Sziasztok srácok, Krisz vagyok, velem van Andris. Sziasztok. És Benedek. Sziasztok. Itt lennénk a CMTN és ez egy Peugeot speed testes videó lesz. Mit? Test. Test. ez egy Peugeot test videó. Peugeot. Ugye a híres Peugeot, ahogy mások hirdetik. Peugeot. Peugeot, igen. Nem, így ahogy mondod, Peugeot. Igen. Bosszú, a Peugeot. Már nem egy ember írta ki. Látjátok, új skin, minden király. Na, beszéljünk a Peugeotról. Ugye ezen van egy variáns, a színét ne nézzétek, mert lehet átfestetjük. Hát, nem ártana. Ronda, mint a bűn. De legalább tudják, hogy te vagy ott. Nem más. Nem festetjük át, úgy döntöttem. Ugye van rajta variáns, az egyik kedves nézőnktől vettem. És innen is köszönjük Tomás Rodrigueznek a rengeteg támogatást, ugye nagyon sok pénzzel támogatott ő minket. Úgyhogy köszönjük szépen neki. Ugye segített, ugye, mert ugye fix kártyát is az ő pénzéből sikerült venni, meg úgy minden, meg mindenki támogat. Úgyhogy köszönjük szépen, eddig ő a top támogatónk. Belőle élünk meg. Na, akkor elmondom vagyok, hogy menjen is szerintem a... Mi a neve? Ez a... Hát a test. Várjatok... Fingom sincs, hogy kell kikapcsolni. Mit? Na. Mindegy, semmi. Hát van a tokradar, meg a tokut, meg ilyenek. Jaja. De a hálót ne kapcsolt ki, mert akkor eltűnik a kilométer per óra is. Igen, tudom, észrevettem. Ezt a múltkori speed test, mert megcsináltuk, kétszer kellett felvenni, mert egyszer kikapcsoltunk, és nem volt benne az izé. A sebességmérő. Na. Na látjátok ennyit, megy! Ja. Mondtam is én, ezt a végén, amikor megfordultunk, akkor vettem ezt, hogy nincs ott a kilométer per óra. Milyen jól néz ki a Peugeot, nekem az nem tetszik benne, hogy megmutatom nektek felülről, hogy most itt előről rohadt jó. Csak az a két szél is olyan furcsán néz ki. Két szél, oldalról jól néz ki. Látjátok, felül van két kályhacső, hátul van egy nagy kályhacső, és van neki egy sasmodár szárnya hátul. Hívnak! Elől hátul izé. Vasaló deszka. Benedekek némek közben dörög, mint az állat. Azt ne zavarjon hát, senkit. Sezva. No problem. Igen, srácok, az új köszönési mód. Sezva. Sezva. Ennyi. Tehát, hogyha valakinek így köszönünk, akkor nem elgépeltünk és izé világi nyomorékok vagyunk, hanem így köszönünk. Így van, na. De felejtsük is el az izét. Nézzük, mennyit megy, milyen gyorsan gyorsul, stb. Versenytuningolt a gépezet, úgyhogy nem venom most, csak egy versenytuningolt. El is indultam vele, amúgy gyorsan van ahhoz képest 100-om. A 200-ra már kicsit lassabban megy, és a vége az 231. Ennyit megy a kis Peugeot. Megy, én 236-ra meg... emlékeztem régebről. Nem, 231. És ja, az M6 a... megy, ja, az megy annyit, nem? És az benne a jó srácok, hogy hogy a handlingjét megcsinálták, és nem burul. Nézzetek meg össze-vissza. Mondjuk szerintem... Elride 5-ön azon 6. Azon még burul, hogyha így nagyon kacskaringózol vele, meg gondolom, hogyha úgy veszel be egy kanyart. Hát azon jó, azért burul. Jó, de hát ez nem is arra van, hogy 200-ra bevett a kanyart. Jó, de Elride 5-ön mi nem burul szinte. Megnézzük, hogy megy fel a dombon is. Fú, te szeretnék egy Dodge-omot venni, csak olyan drágán adják őket. Hát ja. Hát megy tudod, Krisz, kettő műanyag vagy vascső rajta, akkor az már plusz 1 millió, hallod? Nem ja. Tudtad? 200 000-et ért az Dodge Ram, és akkor bejött rá a variáns, és már 1 millió. Már 1,5, na. Tehát nekem, én amikor valakit felhívtam mindig, 1,5. Várjátok, elgépeltem. A irány... Airride 3. Azt a rohadt! Benedeket nem érdekli, Benedek egy gamer, és a gamerek még villámlásosan kapcsolják ki a gépet. Dehogy is! Kit érdekel, hogy belecsap a villám, meg ilyenek? Dehogy csap bele, á? Hogyan? Hogyan? Itt vannak a zenekek. Jaj, belagoltam. Hát, és meg is vágott ez a... srácok, úgyhogy 231-el vagy 2-vel megy el is felejtettem a gépezetünk. Nagyon 231. Jó. Így van, ezt közben eszembe jutott. Ah, hello, ott mentél, jól. Ne köhögjél. Ez egy nagy képű volt, hogy eszébe jutottam, nem gondoljátok? Ezt köcsök. Na jó van, azért te megszólalhatsz, nem?
Hát én meg, természetesen. Ó, micsoda vasalódeszka van az elején, Chris? Ja, ezt te vagy. Ja. Hátulján a szárnyakat nézd. Lenyomlak ám! Mi van veled? De hova mi? Nem mentem neked. Hát, még jó, hogy nem. Úgyhogy jó, az a kis Peugeot srácok, nagyon megtetszett, amikor láttam, hogy bejött rá ez a variáns. Tényleg rohadt jól néz ki vele. Nekem az elej így rohadtul tetszik, ilyen kis tuning gépezet. Tuning találkozókra rohadt jó lesz. Ugye Benedeknek a Toyota Supra-ja. Arról viszont nem tudom, belém, mi? Nem tudom, hogy... Nem mentem belé, nekem a Peugeotnak semmi baja. Nem tudom, hogy volt a Toyota-ról speed test. Georgi volt? Miről? Toyota. Azt hiszem, a... nem volt az, még nem volt, nem. Úgyhogy írjátok meg srácok kommentbe, hogy legyen-e Toyota Supra speed test, mert akkor mindenképpen lesz, és hogyha tetszett ez a kis Peugeot-s bemutatós videó, akkor mindenképp nyomtok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok! Szevasztok! Sziasztok!